A II. Világháború legszomorúbb magyar hadtörténeti fejezete az 1943. januárjában lezajlott donkanyari ütközet. A 95 éves Fogarasi János egykori repülő magyar királyi őrmester, a túlélő veteránok egyike. A könyvtárban tartott megemlékezésen személyes élményeit, emlékeit osztotta meg a jelenlevőkkel. 200 ezer magyar katonából több mint 130 ezer veszett oda napok alatt a keleti hadszíntér csatáiban. Ez a tragédia még sincs kellőképpen megbecsülve, egyfajta fehér folt a történelemben, hangsúlyozta bevezetőjében Gágó Zsolt, a Palotai Turul Társaság elnöke. Ezért a 20. század, a 21. századnak, és köztük nekünk is fontos szerepünk van abban, hogy ezeket az embereket, akik ezt túlélték, és akik ott haltak meg, valóban hőskét tiszteljük. És a Dóni tragédiát is teljesen mindegy, hogy melyik, milyen oldalon, melyik hadsereg parancsára történt mindez meg, akkor is hősök voltak, és azok is kell, hogy legyenek. A megemlékezés díszvendégének életútját Dobszai Zsolt székkapitány ismertette. Fogarasi János távirászként jelentkezett a Magyar Királyi Légierőhöz, először Börgöndön szolgált, majd Ungvárra helyezték. Ungváról aztán parancsot kaptak, hogy a Don partját kell hamarosan elfoglalniuk, ott lesz szállítási feladatok. Először Ilovszkojéba szálltak le, ahol ideiglenes rendteret alakítottak ki. Horth István repülőfőhadnagy is többek között azon a repülőtéren szolgált, ott volt a vadászpilóták között. János bácsi ezután 1943. január 12-én, amikor megkezdődött a Doni áttörés, ő akkor szállítógépével élelmiszereket, gránátokat, üzemanyagokat szállítottak a csapatoknak. Aztán, amikor az áttörés megtörtént, akkor gyakorlatilag elkezdtek visszahúzódni. A fehérvári veterán kötetlen beszélgetés keretében mesélt a Doni ütközetek idején végzett munkájáról, majd az 1945-től 2,5 évig tartó leningrádi hadifogságáról is. Ungvári repülőszállító század áthelyezve Ilovszkojéba. Mentünk a gépeinkkel együtt, vittük magunkkal, amit szükséges volt, és akkor onnan szállítottuk aztán mi a lőszert, élelmiszert, üzemanyagot, amire éppen szükség volt. Sebesülteket meg visszafele. Mert ott akik még olyan volt, hogy érdemes volt hazahozni, sebesült, már érdemes lett volna minden embert hazahozni, sajnos ez nem így van, akkor ugye az illető, akit hazahoztak, hát ugye meg örült neki. Általában fiatal sebesülteket egy karral, egy lábbal, esetleg két láb nélkül, akiket szabapakultunk a gépbe, 14-15 embert, abban visszajöttünk egészen, olyan még lehetett a Nagy Kolomeáig, vagy Kijevig, attól függ, hogy meddig szólt a parancsunk, ott leraktuk, utána vissza, ott megrakottunk, amire szükséges volt, azt elvittük. Gábris József Bujdosó Ágnes Don kanyar című versével járult hozzá a megemlékezéshez, majd a résztvevők meghallgatták Stom Marcell altábornok búcsúparancsát, aki a 43-as tragédia után feloszlatta szétvert hadtestét, hogy mentse katonai életét. Az emlékezők ezután átvonultak a Túri térre, ahol a világháborús emlékműnél Schmidt Ferenc mondott ünnepi beszédet. Sajnos az elmúlt esztendőkben a két Doni túlélő, aki mindig résztvevője volt emlékezéseinknek, Jakab Viktor bácsi, Szántó Pista bácsi, nincsen ma. Emléküket megőrizzük, és ilyenkor emlékeznünk kell rájuk. És szomorúan tapasztalunk, hogy egyre kevesebben vannak, akik ennek a nagy tragédiának szereplői voltak. Ők voltak a szereplők, mi vagyunk az utódok, a gyermekeik, unokáik, néhányan talán kortársuk is. És azt hiszem nagyon lényeges, hogy a jövőre nézve ezt ne feledjük, hogy mi vagyunk azok, akik emlékezünk, akik tisztelgünk és nem felejtünk, és történelmünknek egy jelentős eseményének tekintsük 1943. január 12-ét, a Donkanyar tragédiáját. Az emlékműnél koszorút helyezett el Várpalota város önkormányzata,
a Bakonyharcki Képzőközpont, az 56-os Szövetség és a Vitézi Rend, valamint a Palotai Turul Társaság.